Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szombathelyi Televízió és a Nyakkendő nélkül első adásának nézőit. Sokaknak ismerős lehet a műsor címe, meg az előbb hallhatott szignál és zene is nem véletlenül. Körülbelül 20 évvel ezelőtt édesapám Kéner Gábor vezette ezt a műsort. Akkoriban indult 99-2000 környékén a Magyar Rádió 10. körzeti stúdiója. Ennek lett a vezetője édesapám, és akkor kértek föl, kapott egy lehetőséget a Szombathelyi Televíziótól, hogy készítsen egy kicsit rendhagyó, ám de közéleti beszélgetős műsort. Édesapámról tudni kell, aki 7 évvel ezelőtt hunyt el, hogy nagyon nem szeretett nyakkendőt viselni, nem szeretett nyakkendőt hordani, nagyon feszélyezte, meg a beszélgetés közben is feszélyezte. Úgy érezte, hogy a vendégek sem tudnak kiteljesedni. Úgyhogy innét jött az ötlet, hogy Nyakkendő nélkül címmel indítson egy műsort. Az akkori műsor tematikája arról szólt, hogy közéleti szereplőket, politikusokat, intézményvezetőket hívott meg a műsorba, valóban nyakkendő nélkül, tehát kérte a műsor vendégeitől, hogy vegyék le a nyakkendőt, és kicsit lazábban, lezserebben üljenek le beszélgetni, és hát az ő saját nagy örömére levehette ő is a nyakkendőt. Egyébként a szignálban látható nyakkendő az az övé, azt el is hoztuk, láthatják a nézők, úgyhogy édesapám szelleme és nyakkendője az most végig fogja kísérni a Nyakkendő nélkül újraélesztett adását. Említettem, hogy 20 évvel ezelőtt is volt egy hasonló szignál, amit újrafordítottunk. Bízom benne, hogy sokan emlékeznek rá, de aki nem emlékszik rá és kíváncsi lenne, hogy akkor hogyan történt ez a forgatás és milyen volt a Nyakkendő nélkül első adásainak szignálja, nézzék meg, előkeresték a kollégák, úgyhogy most megmutatjuk. Érdekes volt egyébként a szignált elkészíteni, mert ugyanazokkal a kollégákkal dolgozhattam együtt, mint 20 évvel ezelőtt édesapám, és egyébként most itt a stúdióban, meg az adásszobában is majdnem ugyanazok a kollégák ülnek itt, úgyhogy ez nekem egyrészt megtisztelő, másrészt meg úgy érzem, hogy édesapám is büszke lehet rám. Szólítanám is a Nyakkendő nélkül első vendégét, aki pedig nem más, mint Vas megye főjegyzője, dr. Balázsi Péter. Üdvözöllek a műsorban, szervusz! Még a nézőkhöz szólnék egy kicsit, kezet fogtunk, letegeztük egymást nem véletlenül, mert hát jó régóta ismerjük egymást, a Nagy Lajos gimnáziumban jártunk együtt, a Peti egy évvel alattam, és ha már nyakkendő nélkül is kötetlen beszélgetés, akkor kicsit bután vennék ki magát, hogyha most így elkezdenénk magázódni, úgyhogy ezért most a tegeződést választjuk, úgyhogy ezt nézzék el nekünk. Említettem Nagy Lajos gimnáziumot, ott kezdődött a mi ismeretségünk, aztán hirtelen Vas megye főjegyzője lettél. Mi volt ennek a folyamata, vagy hogyan tud egy gimnazista eljutni oda, hogy 28 évesen egy ilyen magas pozíciót töltsön be? Hát a kettő között azért eltelt egy olyan jó 15-17-18 év, attól függ, hogy mit tekintünk a találkozás idejének. Hát annak rendje és módja szerint én is leérettségiztem, te is. Budapesten tanultam az ELTE jogi karám, meg még néhány helyen külföldön. Aztán az egyetem után úgy éreztem, hogy kinyílt számomra a világ, illetve kiteljesedett, és rögtön az Európai Parlamentben találtam magam Brüsszelben, illetve Strasbourgban, ott kezdtem el dolgozni. Majd ezt követően Budapesten voltam ügyvédjelölt néhány hónapig, és akkor fogalmazódott meg bennem az az elhatározás, igazából nem is megfogalmazódott, hanem megerősödött, hogy hát nekem itthon van dolgom, mennyivel boldogabb tudnék lenni, és mennyivel jobb életem lehetne, hogyha abban a közösségben tudnék dolgozni, onnét származom, és ami egyébként számomra igazán fontos. És hát 2012 tavaszán vagyunk, és 12 tavaszán kezdtem el dolgozni a kormányhivatalban. A vezető közvetlen munkatársaként egy csomó érdekes kérdéssel foglalkoztunk, amelyet, hogy ez egy éppen akkoriban létrejövő 1000 fős gigahivatal volt. Talán a tévénézők számára is érdekes lehet egyetlen kis hivatali kitérő, hogy
2010 után jött újra létre a közigazgatásban a megyei területi rendszer. Ugye korábban volt egy kísérlet arra, hogy régiós szinten szervezzék meg ezeket a hivatalokat, államigazgatási szerveket. 2010-11-12 ekkoriban jön létre, vagy hát teljesedik ki a Vasmegyei Kormányhivatal, én akkor ott lehettem, és ilyen dolgokkal foglalkozhattunk. Akkor alakult meg újra a járási rendszer, akkor indult el a mostani területfejlesztési operatív programnak a programozás előkészítése, és ami szerintem még a tévénézők számára érdekes lehet, a gépészmérnök képzés is akkor tájt indult. Én ezen dolgoztam, ezeken a témákon dolgoztam, míg nem 14 novemberében kineveztek a mostani pozíciómba, és akkor itt vagyunk 5 éve elteltével. Említettem, hogy akkor voltál 28 éves. Na most gondolom, a hivatalban azért az átlag életkor nem a 20 éves körüli. Mennyire fogadták el azt, hogy egy ilyen fiatal ember igazából a főnökük, tehát hogy Vas megye főjegyzője az mégiscsak 28 éves. Mennyire jellemző, bocsánat, hogy ilyen fiatalon Vas megyének vagy megyének főjegyzője lesz? Két érdekes adat ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy a megye, a vármegye történetének én vagyok a második legfiatalabb főjegyzője. A Rejszi Gede Kálmoni földbirtokos volt, aki nálam egy olyan gyenge 4 hónappal idősebb, egy fiatalabban nyerte ezt a pozíciót. Egyébként, ha a mostani főjegyzőket, jegyzőket nézzük országszerte, akkor egyre inkább az a tendencia, hogy több fiatal kollégám van. Amikor bekerültem magába a testületbe, az úgynevezett főjegyzői kollégiumba, akkor nyilván én voltam a legfiatalabb. De aztán röviddel fél év elteltével volt 2 másik kinevezés, hasonló korú vezetőket neveztek ki. Na de a másik adat, első munkanapomon kértem egy táblát a hivatalról, egy állománytáblát, ahogyan ezt közigazgatási nyelven mondják, és akkor végigpörgettem a táblát, hogy kik dolgoznak a hivatalban, meg hogy mikor születtek, meg hogy hol laknak, meg mit végeztek, egy csomó ilyen adat, és azzal találkoztam, hogy hát én vagyok a legfiatalabb. Úgyhogy ilyen módon igen. Nem volt egy egyszerű helyzet, de semmi negatívat nem tudnék ezzel kapcsolatban megfogalmazni. Tök őszintén, tehát én 5 év alatt egyetlen ilyen típusú negatív észrevétellel, meg ilyen indirekt, nem tudom, munkatársi hozzáállással sem találkoztam. Tehát igazából nagy szerencsém volt 2 dolog miatt. Egyrészt, mert akkor tájt alakult újjá a megyei önkormányzat szervezete, tehát új célok, új feladatok. Volt egy tök erős fluktuáció a szervezetben, tehát folyamatosan egy csomó új ember érkezett, amitől elmúlt annak a varázsa, hogy én új vagyok. Meg egyébként az új közös célok miatt szerintem nagyon gyorsan, meg mélyen összerázódott a csapat. És innentől kezdve nem az volt az érdekes, hogy ki hány éves, meg kinek mi a kedvenc színe, hanem az, hogy mi a közös cél, és hogy hogyan lehet ezt az egészet jól felépíteni. Ez a pozíció, amiben te most dolgozol, a Vas megye főjegyzője, ez egy tudatos cél volt, hogy ezt elérd a tanulmányaid, munkáid során, vagy a tanulmányaid, munkáid adtak egy lehetőséget arra, hogy te egy jó ember vagy erre a pozícióra? Hát nem volt tudatos, tehát hogy nem így. Nem az volt, hogy már pedig én Vas megye főjegyzője akarok lenni, és pont. Az iskolában fel kell írni, ki mi akar lenni, akkor azt írtam, hogy jogász akarok lenni, de nem azt írtam, hogy jegyző, vagy főjegyző, vagy ilyesmi. Hát igazából a véletlen meg a szerencse hozta így. Azért mondanám szerencsének, mert hogy örülök neki, hogy így alakult, tehát ez egy tök pozitív fejlemény az életemben. Ez a nagy átalakulás, meg az, hogy az elődöm, aki egyébként ezt a pozíciót 90 óta betöltött, pont akkor ment nyugdíjba, az nyilván egy nagy lehetőség volt arra, hogy akkor hirtelen egy új embert keresenek erre a feladatra. Az is egy nagy szerencse volt, hogy ugye új elnöke lett a megyei önkormányzatnak, aki nyilvánvalóan erős célokkal érkezett meg az elnöki tisztségbe, és ezekhez a célokhoz rendelte az embereket. Tehát amikor kiírta a pályázatot, mert hogy pályázni kellett erre a tisztségre, akkor olyan szempontokat fogalmazott meg, aminek én megfeleltem. Tehát nem az volt az elvárás, hogy nem tudom, 10 éves, 15 éves szakmai vagy vezetői tapasztalat legyen, hanem az volt az elvárás, hogy legalább egy nyelvet felsőfokon ismerni, és egy másikat legalább középfokon. Hogy értsem mondjuk a fejlesztési, területfejlesztési rendszereket. Így utólag kiderült az 5 éves közös munka során, hogy az elnök úrnak egy fontos szempont volt, hogy kívülről érkezzen valaki, hogy a szervezetet lehessen dinamizálni. Tehát, hogy az is egy szempont volt, hogy én nem ott dolgoztam, és
nem a belső rendszerből termelődtem ki, hanem kívülről jöttem új szempontokkal, meg... Ha már nem említetted, hogy nem a belső rendszerből jöttél, ez a pozíció, csak hogy kicsit tegyük rendbe, ez mennyire tekinthető politikai szerepnek, mennyire politikai poszt egy megyei főjegyzői pozíció? Semennyire. Tehát én a hivatal vezetője vagyok. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy a megyei önkormányzat politikai vezetője az elnök, és a hivatalnak, illetve az önkormányzatnak a kvázi szakmai vezetője vagyok én. Mi ketten egy szoros egységben dolgozunk. Egyébként nyilvánvalóan a politika által meghatározott ez a munka olyan értelemben, hogy működik mellettünk egy testület, egy közgyűlés, ami egyébként meghozza a döntéseket, és hogy ezek alapján, a döntések alapján működik a hivatal, mint kvázi egy munkaszervezet. Most nyilván ez egy ilyen klasszikus fogalom, meg klasszikus rendszer, a mai világban már nem egészen így működik egy hivatal. Tehát a megyei hivatal az már nem egy klasszikus önkormányzati hivatal, sokkal inkább vagyunk mi egy ilyen területfejlesztő ügynökség. Projekteket fejlesztünk, projekteket hajtunk végre, hazai programokban, kétoldalú bilat programokban, interregionális programokban, sok mindenben. Tehát, hogy ez, igen, tehát, hogy nem, ez egy szakmai feladat. Hamarosan lesznek választások, meg ugye voltak is, ez mennyire befolyásolja a te pozíciódat, munkádat? Tehát, hogy megújul a megyei főjegyzői pozíció, újra meg kell pályázni, hogy esetleg új embert fognak kinevezni? Nem, ez egy határozatlan kinevezés. Tehát, hogy addig szól, amíg vissza nem vonják, vagy én fel nem mondok, vagy el nem megyek nyugdíjba, vagy a klasszikus egyetemi vizsgakérdés lehetne, hogy mikor szűnik meg, nem tudom, halál, lemondás, felmondás, nem, tehát igen, nem. Tehát akkor ez egy teljesen határozatlan. Ez a stabil egyébként, egy hivatal életében, vagy önkormányzati életében, vagy a jegyző, vagy a főjegyző, az egy stabil pozíció. Egyébként jó a választás, mint téma, mert hogy a területi választásirodának a vezetése is az én dolgom, meg a kollégáim, tehát a választásoknak az operatív szervezése, logisztika, meg egyebek az megyei szinten nálunk jelentkezik a kollégáinkkal, mi szervezzük ezeket. Együttműködve persze a települési önkormányzatok jegyzőivel, meg munkatársaival. Említettél már egy-két területet, ahol mozogsz vagy dolgozol. Van egy nagyon jól működő közösségi oldalad, ahol rengeteg fotót megosztasz, információt, és ugye a szombathelyiek főként azt látják, hogy Vas megye főjegyzője, dr. Balázsi Péter felavat, átad, koszorúz, megköszön, de nyilvánvalóan azért ennél több a munkát. Tehát mi az, ami a háttérben zajlik, mi az, amit ezen kívül, amit a minden nap látunk, még elvégzel? Uh-huh. Hát ugye ez csak a felszín, ami persze sokszor kellemes, néha kevésbé kellemes, meg ilyen vannak olyan helyzetek, amikor az ember nem feltétlenül mondjuk egy ilyen helyzetben látná magát szívesen, de én... Kicsit olyan, mintha mindenhez is értenél. Tehát, hogy a tűzoltó avatástól kezdve a koszorúzáson, átadáson keresztül, tehát akkor gondolom ez nagyon sok munka, hogy mindennek utána nézzél, hogy hiteles legyél, hogy ne csak ott, mint egy bábú megkoszorúzt, hanem hogy valóban együtt tudjál azzal az eseménnyel működni. Én ezt élvezem, mármint, hogy az benne jó, hogy az ember felkészül. Tehát, hogy így mi történik Vas megyében, mert ez is a dolgunk. Két szempontból lehet ezt közelíteni. Az egyik az, van egy csomó esemény, amikor olyan projekteket adunk át, amit egyébként mi fejlesztünk, mi készítettünk elő, kollégáimmal csináltuk meg, ilyenből lassan közelíti a százat. Tehát Vas megye szerte bölcsödéket, óvodákat, iskolákat újítunk meg, ipari parkfejlesztések vannak, számtalan kerékpárút épül, vannak barnamezős területeknek a megújításai, helyi piacok építése, szóval sokféle dolog van, és ugye ennek az eredménye, hogy ezt át is kell adni, meg avatás, meg ünnepség, ami szerintem tök jó, mert hogy amellett, hogy azt is üzenheti, hogy az ember, nem tudom, magát mutogatja, de valójában nem rólunk szól ez az egész, hanem arról a közösségről, ami egyébként büszke arra, hogy megépült a kerékpárút, mert hogy 20 éve nem volt, 30 éve nem volt, számtalan iskolában voltunk, meg 2-3-4-et már át is adtunk, ahol 40 éve nem volt semmilyen fejlesztés. Amikor a kollégákkal kimentünk először, vagy kimentek a kollégáim felmérni, akkor volt olyan iskola, hogy a kezem befért az ablak alatt. Mert hogy 78-ban épült az iskola, és az az ablak 40 éve ott állt. Most meg azt látjuk, hogy az iskola kívülbelül megújult, napkollektor, meg szigetelés, új ablak, fűtésrendszer, van, ahol még új bútorok is, tehát hogy ezek ilyen sikertörténetek. És ez nagyon jó, tehát hogy elmész egy ilyen helyre, és akkor azzal találkozol, hogy valamilyen módon ezt hozzád meg a kollégáidhoz kötik. Pont a
legutolsó vagy utolsó előtti csapadékos ilyen átadás volt, amikor az egyik kollégámmal közösen mentünk el az átadásra. Én mondtam a köszöntőt, ő meg elkísértő volt a projektnek a felelős, meg egyébként ennek a szervezeti egységnek is ő a vezetője, és elhozta magával a gyerekeit, három kislánya van. És akkor ott mentünk, én kimentem, elmondtam a köszöntőmet, majd jött a polgármester úr, és akkor ő is elmondta a köszöntőjét, és mint egy rendes polgármester, megköszöntem mindenkinek, aki részt vett a projektben, és akkor hát mondta név szerint a kollégámat, aki ugye az egésznek a lelke volt, hát öröm volt nézni a három gyereknek az arcát, hogy micsoda büszkeség volt, hogy az édesapjuk ilyet csinál. Na és most milyenből csinálunk százat, tehát hogy ilyen módon büszkék vagyunk arra, hogy ez eddig el tudtunk jutni. A másik része, mondtad, hogy a önkéntes tűzoltó egyesület, az meg olyan dolog, hogy egy csomó helyi közösségben vannak fontos események, meg fontos történetek, és akkor a megyei önkormányzat, meg egyébként a települési önkormányzat azzal, hogy egy ilyen közösségnek részt tud venni az eseményén, meg elmegy, visz ajándékot, van nekünk elismerő oklevelünk, azzal kifejezzük azt, hogy nem csak az adott közösség, hanem Vas megye egész közössége számára ez egy fontos dolog. És tök jó volt elmenni a kőszegszerdai önkéntes tűzoltóknak a 125 éves ünnepségére, úgy tűnhet, hogy hát most miközben nekem ahhoz ott voltam, elvittem a kis ajándékomat, elmondtam a gondolataimat, de miközben végighallgattam a műsort, meg a 40 éve országos második helyezett női tűzoltócsapatnak a visszaemlékezését, meg aztán jöttek egyenként, színpadról szólították ezeket a hölgyeket, akik már ilyen 60-70-80 évesek voltak, különböző korúak voltak, és ahogy mentek fele ezek a megidősödött nyugdíjas korú hölgyek, és közben megvetítették a fiatalkorú kori képüket, és akkor a férjük jött velük, a gyerekeik, mindenki tök boldog volt, ez egy ilyen tök nagy pozitív energia volt, és már csak ezért is megérte elmenni, és akkor megnézni. Ami úgy tűnhet, hogy ez nem fontos, de hogy sok kis ilyen történetből épül fel szerintem egy jól működő közösség, meg egy jól működő megye is. A kis történetekre, kis problémákra mekkora ráhatásod van? Gondolok egy hétköznapi példára. Valaki megállít az utcán, hogy üdvözlöm főjegyző úr, jó lenne ide egy zebrát csinálni, tessék intézkedni. Hát erre pont semmi. De ilyenből sok van. Tehát, hogy az emberek nyilvánvalóan nem tudják, hogy ki pontosan ki mivel foglalkozik. Ez inkább a települési önkormányzat jegyzője számára a kérdés, de nem szoktam senkit ezzel elkergetni, tehát, hogy igyekszem mindig továbbítani a adott települési kolléga felé ezt a jelzést, és többnyire egyébként sikerül is megoldani. Tehát, hogy nagyon jó a kapcsolat a kollégákkal a települési önkormányzatoknál. Szoktam egyébként mindig elnézést kérni, hogy ne arra gondolj, hogy megint egy ilyen lobbival jövök, hogy ez kéne, az kéne, de hát, hogy hozzám futott be a kérdés, mert azt gondolták, hogy hozzám tartozik, és akkor... Állítanak meg egyébként az utcán, vagy előfordul, igen. Tehát, hogy ismerősök is, meg ismeretlenek is. Meg néha írnak, leveleket írnak, meg telefonon is. Lehet egyébként, hogy pont itt a média aktivitás miatt, nem tudom, de hogy így heti egy-kettő megkeresés szokott jönni. Hogyan telik egy napot, gondolok itt egészen a fölkeléstől kezdve a napot zárásáig? Kávé, tea, napi sajtó, hát, mi az, amivel igen, indítasz? Nagyon nehezen felkelek reggel olyan 4:45 körül, 6-4:45, attól függ, kávé, aztán második kávé. Víz. Cigaretta? Cigaretta nincsen, nem. Kávé, meg víz, meg napi sajtó. Aztán a vita, hogy el fogunk késni, mert túl sokat olvastam. És beérsz a munkahelyedre, gondolom mindenkit üdvözölsz, köszönsz, valami reggeli, vagy otthonról viszel? Nem, ez is egy kedves dolog, de a kolléganőm, aki Magdi a titkárságon, kapok tőle minden reggel egy kefirt, meg egy kiflit, és havi elszámolásban vagyunk. És az ebéd, az vannak ilyen stabil helyei? Tehát van olyan hely, ahol rendszeresen jársz, vagy szereted a városba feltérképezni esetleg az új helyeket? Fix ebédkörünk van. Barátokkal, volt kollégákkal, kormányhivatal, egyebek, most már sokfelé dolgozunk, és egyébként mindig máshol. Demokrácia van, mindig más döntés, általában a lányok. Meg ők is vétóznak. Mondjuk ez otthon is így szokott lenni. Igen, ez könnyű hozzászokni. Igen, ebben megegyezhetünk. És mi a napod zárása? Tehát reggelről beszéltünk, van esetleg munkaidőd, hogy azt mondod 5 órakor, hogy lecsukod a laptopot, és akkor majd holnap folytatom? Nagyon változó. Tehát, hogy meg ugye a hivatali munka, meg sokszor vannak rendezvények, tehát van, amikor elindulok 4-kor, de volt, hogy már hazamentem, nem tudom, 3:30-kor, és aztán 6-kor folytattam valahol máshol. Ez tök rugalmas, ahogy alakul. Egyébként ez is ilyen kicsit ilyen renitens dolog, meg nem egy klasszikus hivatalvezetőhöz méltó, hogy
Én nem annyira hiszek a munkaidők elejében, meg végében. Tehát nyilvánvalóan kell egy alapfegyelmezettség mindenkitől, de szerintem nem attól lesz valaki jó kolléga, hogy reggel 7.30-ra érkezik, és 4-kor megy haza, vagy 8-ra érkezik, és fél 5-kor, hanem akkor jó kolléga, hogyha az egy tök hatékony, amit ott bent csinál. És nem számít szerintem, hogy valaki 30 percig, vagy 48 percig ebédel, hogyha egyébként aktív. Tehát egy... Ugye nálunk a hivatalban ez egyébként jól kialakult, mert hogy egyébként rugalmasak vagyunk, meg családbarátok, meg van részmunkaidős kollégánk, meg így igyekszünk ilyen módon egy ilyen, nem tudom, modern munkahelyként működni. És azt látjuk, hogy bejön. Meg az utóbbi 2-3 évben már úgy direkt így jelentkeznek hozzánk kollégák, hogy tudják, híre van annak, hogy ez nem egy ilyen szigorú hely, hanem egy kicsit lazább. És egyébként az a tapasztalat, hogy ezek a kollégák, nem tudom, 1000-szer pörgősebbek, mint egy átlagos kolléga. Már úgy, de összességében... Belekérdeznék, mert több eszembe beszéltél a reggelről, hogy hát van egy fiatal lány, akivel azért nyilvános rendezvényeken azért mutatkozol, ő az, aki elkísér. Mit lehet róla tudni? Ki ő, honnét ismered? Mióta vagytok együtt? Hát ő a barátnőm, aki elkísér, és kivel együtt élek. 5 éve vagyunk együtt, és egy gimnáziumba jártunk, és egy egyetemre. De nem ott ismerkedtünk meg, hanem itt Szombathelyen, az egyetem elvégzését követően. Amikor összejöttünk, akkor ezt így szépen eljátszottuk, hogy egyébként hány száz alkalommal találkozhattunk potenciálisan azt megelőzően. És amúgy néhányszor találkoztunk is ilyen tágabb baráti körben, de ugye alapvetően itt Szombathelyen ismerkedtünk meg. Neki mennyire teher, vagy mennyire büszkeség az, hogy az ő párja ilyen pozícióban van? Vagy ez nem számít otthon? Tehát ha ajtó becsuk 4 fal között, akkor... Ja, persze, nincs jelentősége ilyen szempontból, de egyébként nyilván büszkeség meg teher is. Mert hogy senki sem szereti azt, hogyha, nem tudom, a párja nincs otthon, vagy egyébként ingerült azért, mert hogy fáradtabb. De ez, hogy mondjam, nem kapcsolódik speciálisan az én munkámhoz. Ha valaki kicsit jobban pörög, vagy mondjuk adott időszakban több a feszültség az életében, akkor ez ilyen. De amúgy hogy összességében nem támogató, hogy hát így. Én úgy érzem. Beszéltünk a hétköznapokról, hétvégente, szabad idődben. Mi az, amit tudsz csinálni, vagy szeretsz csinálni? Hát ha megkérdeznéd a barátnőmet, akkor azt mondaná, hogy füvet nyírok. Komolyan? Jaj, mert hogy... Akkor eljöhetnél hozzánk is, ugyanis 3 hete nem voltam képes lenyírni a füvet. Ezt megbeszéljük majd. Van egy kis gyümölcsösöm, ami a nagypapámé volt, és ott szoktam füvet nyírni, ami 1/2 hektár egyébként, és annyira sok az eső, meg egyébként az ember mindig úgy van, hogy meg körbeér, arra újra kezdheti az egészet. És az egy ilyen neuralgikus pont a kapcsolatban, hogy mennyire jó időtöltés a fűnyírás. De egyébként nyilván nem csak füvet szoktam nyírni, csak most pont egy ilyen hétvégi beszélgetésre utaltam vissza. Az látszik az említett oldaladon, hogy a sportszerelmese is vagy. Focizol és futsz, igen, ugye? Az oldalamon látszik, rajtam kevésbé. Igen. Fociban két kör van, 2 fix kör. Van egy ilyen szerdai terem foci egykori kollégákkal, meg játszunk a városi bajnokságban, most már szerintem olyan 4 éve. Office néven indultunk egy csapattal. A megyeháza dolgozóiból most már így inkább egy baráti körré vált, sokkal kevésbé megyeházi dolgozók, mert hogy 4 év alatt átalakult a keret. Egy nagyon jó kis csapat, a dobogóért harcolunk. De egyébként alapvetően egy baráti kör, tehát hogy egy ilyen amatőr csapat. És az idei szezonban hogy állsz a gólszerzéssel? Ez egy jó kérdés. Az előző héten rúgtam az első gólomat. Eddig 2 meccsünk volt. Nagyon fura itt a bajnokság, hogy most indult, és az ősz végén ér véget. Tehát nem ilyen, nem mint a rendes foci, vagy nyártól tavaszig, hanem itt tavasztól őszig van. Tehát 2 meccsünk volt, 2-t nyertünk, és rúgtam egy gólt. Sőt, az öcsém is rúgott egy gólt az utolsó meccsen, úgyhogy igazán ilyen családi fesztivál volt utána már. Ha már az öcséd meg a futás, elkísértünk téged egy csónakázótói edzésre. Azt a tévénézők láthatják is, hogy hát azért jól megizzadtatok. Mennyire jellemző, hogy egyedül, vagy mennyire fontosabb az, hogy inkább társasággal fussál? Hát én inkább társasággal szeretek futni, mert hogy a motivációt az adja meg, hogy van velem valaki. Szoktam futni az öcseimmel, a barátnőmmel, a barátainkkal is.
zenehallgatós futós vagy, vagy időmérős futós, vagy beszélgetős futós? Én inkább beszélgetős, de a többiek nem szeretnek beszélgetni. Idegesíteni szoktam őket szerintem a beszélgetéssel. Versenyen szoktam zenét hallgatni, de csak versenyen. Amikor megyünk az Ultra Balatonra, vagy az Ultra Tiszatóra, vagy bármilyen váltóra, akkor mindig hallgatok zenét. Egyébként olyan futó vagyok, aki csak versenyen tud jól futni. Én majdnem másfél-két perccel gyorsabban futok versenyhelyzetben, mint egyébként. És a munkádra is jellemző az, hogy a versenyhelyzet az aktívabbá vagy maximalistábbá tesz? Szerintem igen. Bár lehet azt mondanám a barátnőm, hogy így áltatom magam ilyen dolgokkal, de nem, egyébként igen. Tehát így, amúgy motivált ember vagyok, tehát hogy a hétköznapokon sincs talán problémám motivációval, de ez a fajta nyomás az a jobbat hozza ki belőlem. Meg az ember szeret bizonyítani, talán ez is benne van, hogy így meg kell tolni, és akkor... És a futás meg a sport az mondjuk kikapcsol meg feltől? Tehát, hogy ez egy ilyen munka utáni egyfajta levezetés, vagy inkább testedzés-edzés? Hát inkább a kikapcsolódás. Tehát, hogy a feszültséget, meg a nem tudom, a problémákat a futásnál jobban semmi nem tudja elengedni, ami így sport. Tehát, hogy kimész, természet, futsz, elkezdesz fáradni, izzadni, és akkor egyet után már nem. Meg én egyébként szeretek gondolkodni is, tehát a legjobb ötleteim az sokszor így jönnek, hogy monoton körök, és akkor közben így eszedbe jut. Nyilván jó lenne jegyzetelni, ha nem felejtenéd el a végére, de azért többnyire megmarad. Nagyon szép helyen dolgozol, ugye megújult a megyeháza épülete is, meg az egész Berzsenyi tér. Gondolom azért jó kinézni az ablakon, hogy... A megyeháza épülete még nem újult meg, csak a címer, a homlokzat, homlokzat, de csak igen. Az a része, és most fog elvileg, hát jövő nyártól egy két éves felújítás indul el, ilyen kicsit több mint 2 milliárd forintból fog maga az épület kívülbelül megújulni, nagyon ráfért már egyébként. Magyarország legrégebbi folyamatosan megyeházaként működő épülete. És ugye, mire számíthatunk? Nyilajzáró cserék, föl lesz elványozva? Nem, ez egy műemléképület, tehát nem egy klasszikus energetikai lesz, de egy teljes, tehát ahhoz szükséges nyilajzáró csere, ugye eredetieket meg kell őrizni, amennyire lehet. Fűtés, elektromosság, termek, burkolatok, tehát egy ilyen nagyon, nagyon kis, de megőrizve az arculatát, hogy minden olyan lesz, amilyen volt. Egy komoly, komoly felújítás. Milyen a tér, ugye az volt a kérdés. Én szeretem a teret, meg úgy általában így olyan fejlesztéspárti vagyok, tehát ha figyelted a Facebook oldalt, milyen szintén heti rendszerességgel csináltam képet a felújításnak az állapotáról, hogy hogyan haladt, tehát hogy így ilyen lelkes figura vagyok, meg nyilván jó a kilátás, tehát hogy így nem sokan voltak közelebb a felújításhoz, meg a térhez, mint én ott abból az irodából. Hát nyilván most így nagyon meleg az egész nyáron, amikor 40 fok van, tehát hogy ilyen típusú hátrányai vannak. Meg én azt mondom, hogy ugye minden ízlés kérdése, ami tök szubjektív, nagyon sokan mondják azt, hogy lehetne rajta több zöld felület, meg ilyesmi. Erre is látunk példákat, meg arra is. Én szerintem a funkció a kérdés. Hogyha a város, meg a megye jól meg tudja találni a funkcióját ennek a térnek, akkor az egy jól működő tér lesz. Ha meg nem találjuk meg, akkor meg úgyis mindegy, hogy milyen a burkolat. Mondhat, hogy meg fog újulni a megyeháza, és nem bírom megállni, hogy ne kérdezzek rá egy darab részre. Szerintem a nézők is tudják, hogy miről beszélek. Van az egyetemnek a D épülete, van a megyeháza épülete, és a kettő közt van egy ilyen átjáró. Egy banknak a piros felirata van ott. És valahogyan az elmúlt években hiába megújulás, felújítás, felépítés, térrendezés, az a kis 3 méteres rész az ugyanúgy néz ki már 50 éve. Erre nincs ráhatásod, vagy mondjuk a te szemedet nem böki az a kis átjáró? De nagyon böki. Meg egyébként jó a kérdés, mert az annak a társasháznak a része, amivel mi is tulajdonosok vagyunk a megyei önkormányzattal. Ez egyébként a válaszom is, hogy a társasház egészét kéne felújítani ahhoz, hogy azt meg lehessen csinálni rendesen. Mindenképpen kellene valamilyen fajta rendszervarrás, mert az tényleg egy ilyen szégyen volt. És számíthatunk arra, hogy a megyeháza megújulásakor, felújításakor mondjuk arrébb mentek 2 centivel? Annak a projektnek a részeként biztos, hogy nem, mert hogy ez egy külön helyrazi számon fekvő terület, vagy épület. De egyébként én abban bízom, hogy ez egy jó alkalom lesz arra, hogy mindenki úgy érez, hogy ez egy fontos dolog, és akkor ha nagy a támogatottság, akkor meg is lehet csinálni. Visszatérünk rá, szabadon foglal.
Látszik egyébként a munkádon meg a beszélgetés során, hogy nagyon sok Vas megyei meg szombathelyi történés, esemény, intézmény, egyesület az a szívügyed. Mennyi lehetőséged van ezekben aktívan részt venni? Hát, hogy szokták ezt mondani, kevesebb, mint szeretném. Több, mint amennyit a családom szeretne. A beszélgetés elején a Nagylőzs gimnáziummal kezdtük, ugye a Nagylőzs gimnázium, sőt szerintem akkor találkoztunk utoljára, még mielőtt Szombathelyre költöztem, amikor a Nagy Lajos Öregdiák Egyesületet kezdted el szervezni. Igen, ez 12. 11-ben 11. kezdtem el szervezni, és én 12 elején találkozhattunk. Mennyire aktív ez a munkád, vagy a Nagy Lajos gimnáziummal kapcsolatos munkád? Ez egy érdekes kérdés. Ugye ez egy erős indulás volt 8 éve. Szerintem többé-kevésbé beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Tehát egy nagyon erős közösség alakult ki ott a Nagy Lajos gimnázium környékén, és egyre jobban azokat az alapvető céljokat, amit ott meghatároztunk, hogy a gimnázium öregdiák közössége az egyrészt tudjon magáról, az iskoláról, hogy éppen mi van, milyen problémák, kihívások vannak, másrészt meg azokat támogassa, azok tök jól működnek. Ami kevésbé látható mondjuk így a széles közvélemény számára, de hogy egy nagyon erős védőháló alakult ki az iskola körül ennek köszönhetően, hogy van egy ilyen közösség, ami talán nem csak város meg megyeszerte meghatározva, hanem csomó helyen országos pozíciókban, meg szerepekben is dolgoznak öreg diákok, akik egyébként nem csak az iskolát, hanem a várost is tudják segíteni ezáltal. Persze szoktunk szervezni programokat, öreg diákesteket, mi kezdtük el a pályorientációs napot, ugye most így országszerte, meg nem tudom, megyeszerte, mindenhol lehet olvasni, hogy pályorientációs nap itt, meg ott, meg amott, és mi ezt 12 óta csináljuk, amikor még sehol nem volt az országban ilyen, hogy pályorientáció. Meg lehet nézni a Facebook, meg az internet, mindent megőriz, hogy ez egy ilyen nagy novum volt akkor, amikor ezt mi elkezdtük. A Nagy Lajos gimnázium az neked mennyiben határozza meg a mostani munkádat? Tehát mennyire érzed fontosnak és meghatározónak azt a 4 évet, amit ott eltöltöttél? Hát abszolút. Szerintem tehát az ember életében minden életszakasz fontos valamilyen szempontból. A gimnázium az amiatt fontos, hogy így akkor rögzülnek az alapok szerintem nagyon erősen. Tehát az általános iskola az így kinyit valamennyire a világra a tudás, meg tudásszerzés szempontjából, és a gimiben vagy a leginkább fogékony arra, hogy mit csináljál meg, hogy működik a világ, és amit ott kapsz mintákat, azok szerintem úgy elkísérnek egy életen keresztül. Tehát ha ott valaki egy jó közegbe kerül, meg egy olyan társaságba, ami nem csak a tanári kar, hanem úgy általában a diákok, akkor egy nyitott ember lesz egész életében, meg egy sikeres ember is. Mert ha ott sikeres vagy, és az rögzül benned, és azt tovább viszed egyetemen munkába, akkor ez szerintem működik. És ha ezt megnézed, akkor a Nagy Lajos az pont ilyen. Tehát ott a diákok, aztán utána egyetem, stb. Munka. Persze sok ilyen, tehát én azt szoktam mondani, hogy a városnak az az erőssége, hogy ennyire sok erős középiskolája van. Tehát itt van a Nagy Lajos, mert a Bolyai, Kanizsai, Pramontrai, stb. Tehát tök erős a szombathelyi, vasmegyei közoktatás, ami miatt szerintem egy nagyon jó alapunk lenne arra, hogy még inkább sikeres megye legyünk. Egyetlen problémánk van az, hogy azokat a diákokat, akik egyébként itt végeznek, meg a jó középiskolákban, nem tudom, Orlai, Rudas, stb. Ezeket valamilyen módon meg kéne próbálni a városban tartani, meg a megyében. Mert hogy azt látjuk, hogy aki elmegy innét, az nagyon nehezen jön vissza. Most persze mi itt ülünk ketten, és megcáfoljuk mindezt, ami tök jó, de hogy a számosságot lehetne még kicsit szerintem erősíteni, hogy na az legyen, hogy az ember kimegy a péntek esti IC-re, és akkor látja, hogy a 58-as számú második pótkocsi is beáll a esti 7-es IC mögé, hogy elmenjen 1000 gyerek, és aztán ezek már nem jönnek vissza soha, vagy visszajön belőlük 20, tehát az nem arány. Tehát ezen kéne változtatni, hogy ami elmegy, az aztán vissza is jöjjön, megerősödve, meg gyarapodva, meg megtapasztalva a világot. Te is visszajöttél Szombathelyre, pedig lett volna lehetőséged külföldön dolgozni, nem? Hát igen, én dolgoztam is, tehát hogy... De maradhattál is volna? Igen, lett volna lehetőségem arra is, hogy Budapesten is, hogy külföldön is. De hogy nekem ez tényleg fontos, tehát nem ilyen, hogy mondják, nem ilyen kampánytermék ez, hogy itt hazajöttem, hanem tényleg így. És talán valamennyire egy példa is, hogy ha egyébként valamiben jó vagy jó akarsz lenni, vagy valamit fontosnak tartasz, akkor az tud működni itt is. Tehát az meg egyébként szerintem tök jó dolog, hogy egy közel vagy a gyökereidhez, mert hogy ad egy extra felelősséget arra, hogy,
hogy dolgozz, hogy változtass, hogy gyarapíts. Ezek ilyen erősen közhelyszerű dolgok, de egyébként meg tényleg így van. Meg hát nem tudom, ha megkérdeznénk a városi középgenerációt, hogy mi a számára kedves, hogy a gyerekeihez, meg az unokáihoz Budapestre, külföldre kell menni, meg Skype-on, meg telefonon kell tartani a kapcsolatot, akkor lehet, hogy a nagy többség az így kétfelemeléssel szavazna, hogy azt szeretné, hogy minél többen jöjjenek haza. Egyébként tényleg egy család életében is ez egy tök fontos dolog, nem? Hogy amikor én nőttem fel, akkor közel voltak a nagyszüleim, stb. Most ehhez képest ezek így nem működnek. Meg hát ezek így egymás erősítő dolgok. Tehát, hogyha megélnik a tudás, még több ember, akkor még több vállalkozás lesz, még jobb munkahelyek jönnek létre, ugye, nem tudom, munkaerőpiacon munkaerőhiány van, nagy vállalatok egyre inkább azt látjuk, hogy magasabb hozzáadott értéket jelentő vállalkozások vannak Vasmegyében meg Szombathelyen. Tehát, hogy így ezeket így szerintem nagyon szépen össze lehetne rakni, meg hát valamennyire működik is, tehát nekem is egyre több ismerősöm jön haza, meg maradjuk. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mit látsz egyrészt magánemberként, másrészt meg a szakmádból kifolyólag, hogy ad elég lehetőséget a város és a megye a visszatérőknek? Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem kicsit szubjektív is, mert lehet, hogy nem ad. De hogy ha mi az összehasonlítási alap? Nyilvánvalóan Szombathely akármennyire is jó város, annyira sok kulturális rendezvény nem tud szervezni, mint amennyi Budapesten van. De hát nem ez az összehasonlítási alap. Szerintem egy csomó mindenben mi sokkal jobbak vagyunk, mint mondjuk Budapest. Mert ez egy élhető város, egy jó város, egy fejlődő város, tehát hogy, és ugye ez igaz Vasmegyére is, csak nyilvánvalóan mondjuk más élni egy kis településen, mint mondjuk egy Szombathely nagyságú városban. Jó, be kell lőni a célokat, nem? Tehát... Említetted a beszélgetés elején, hogy a te kinevezésed az határozatlan időre szól. Ez ugye egyrésztről azt jelenti, amit említettél is, hogy akár halálodig, viszont ugye ez hordoz egy olyat is, hogy akár most így a műsor közben is gondolom kaphatsz egy levelet, hogy köszönjük szépen a munkádat, és akkor ennyi. Hát, mint vagy bárki. Tehát akár ez is elképzelhető, hogy a műsor végén neked nem kell tovább dolgozni. De valóban. Ha ne történjen így, de valamikor, ha egyszer ez megtörténik, akkor hova tovább? Hát... Ha mondjuk váltanék, és az egy éles váltás lenne, akkor valószínűleg nem a közigazgatásban dolgoznék tovább, hanem elmennék mondjuk ügyvédnek. Az ugye, tehát a jogvégzett embereknek az életében az ugye el szokott jönni. Tehát ugye egy 40 éves életpályát nagyon kevesen dolgoznak úgy végig, hogy egyébként mindig ugyanolyan típusú munkát végeznek. És amúgy van benne egy ilyen jó kihívás, nem? Hogy ülsz egy hivatalban, végzel egy ilyen klasszikus hivatali típusú vagy vezetői munkát, utána meg elmész ügyvédnek, ami ilyen kvázi vállalkozói lét, de egyébként ugyanúgy emberekkel kell találkozni, ugyanúgy gondolkodni kell. Hogy szokták ezt mondani, hogy 5 évente a mai világban mindenki állás vált? Most nyilván ez megint ilyen közhely, de hát, ja. Én mondjuk, milyenek az emberek, hogy mindig kicsit arra vágynak, ami éppen nincsen. Én mondjuk most nem vágyom arra, hogy más csináljak, de hogy így, miért ne? Nem tudom, hogy nálatok ez hogy van, de nálunk a baráti körben ugye mindenki sokfelé ment. Volt, aki külföldön dolgozik ügyvédként, volt, aki jogot végzett, de a harmadik hónap végén felmondott és eldöntötte, hogy ő soha többet nem fog jogi pályán dolgozni, és most éppen webfejlesztéssel, meg dizájnnal foglalkozik, volt, aki meg nem tudom, multinál dolgozik. Tehát, hogy így mindenre van példa, meg mindenben lehet sikeres, meg egyébként minden szerintem lehet jó. Így, ha a munkát nézzük. Kedves nézőink, szerintem ez egy nagyon jó zárszó volt. Bízom benne, hogy minél később kell találkoznunk Balázsi Péter ügyvéddel, és sokkal tovább fogja majd a Vasmegye főjegyzői pozícióját betölteni. Én köszönöm neki is a szereplést, és köszönöm a kedves nézőknek, hogy velünk tartottak. 2 hét múlva újra nyakkendő nélkül itt a Szombathelyi Televízió műsorában. Viszontlátás. Köszönöm. Thank you.